ez pedig nem más, mint az apám beájulna, amitől én fogok beájulni. Az apám beájulna az Azonos című könyv adaptációja és egy félre sikerült road movie. A könyv állítom, hogy nem jó, nem tudom, a film állítólag jó, ezt tudom. És hogy honnan? Nem tudom. Este jövünk, 50-et hozol. A tudsz angol számokat fejből? Ó, nagyon jól tud, de olyan magyaros kiejtéssel, hogy a Biki Csunáj hozzá képest őslakos amerikai előadó művész. Te hány éves vagy? 17 és fél. De neked nem tetszem. Gyönyörű, őszinte, fiatal lányokat akarok, akikben lehet hinni. Most meg mit csinálsz? Arról álmodozom, hogy egyszer majd kötél kerül a csinos nyakacskádra. Szar! Vigyázz, hogy mit vagyok. Vőrhely, a környéken mi osztjuk az észt? Eredj máshová okoskodni. Ugyan, nincs szó okoskodásról. Olyan betegségben utazom, aminek hírét se hallottátok. Azt hiszi magáról, hogy ő az ész! Hadd meséljek valamit az éjjjáról. Az éjjj, az a bárányhimlő hozzánk képes. No. Mivel ma este nagy balhégy szeretném, ha mindenki felkészülne. A f***omat kiszopod, minden rágyújtok egy gyöngyöt. 2800 ember vesztette életét Kínában, Japánban, az Egyesült Királyságban, Írországban, Franciaországban, Németországban, Svajországban, Oroszországban, Oroszországban, Svédországban, Dániában. Igen, egyre jobb vagyok, ez kétségtelen. De még sosem döntöttem rekordot. Excuse me, why? Láttam már ezt az egészet. Na most, felidézem a múltat. Vagy tán a jövőt, vagy tán a múltat, vagy tán a jövőt. Újra idézem a múltat, vagy tán a jövőt. Mondja maga észre! Nyugalom, nyugalom! Megváltoztatom a jövőt! Kaszkót akarok kötni! Are you sure about that? Hinn nekem, Darwin, Rob mindenkit tönkre fog Láttam a jövőt! Jó, bizonyítsd be! Jó, vegyél ki egy akciós játékot! Extrém traktor verseny. Hát látna egyre jobb, de nem kegyetlenül kurva rossz, hanem aránylag szar. És kérd vissza a pénzed. Ehhez megfelelő hangulat kell. Csak saját magadat okol. Inkább hagyjuk, már hallottam. Ó, szegény bla bla bla, nem akarták. Elég volt. Ne. De jó van, elég volt ebből a szar***ot, akar ugye nélkülem Brazíliába. Kidob. Ez az, én győztem. Miért nem vagyok elégedett magammal? Visszavettem a távirányítót, így mindent helyrehozhatok, ez jó. Megvan! Örök feledésre ítéltem egy szegény árvát, és egy dalt is költöttem rá. Lejátszást. Szóval, most már barátok vagyunk? Nem. Kedveseim, szeretném bemutatni. Nem értem! Szelma, drágám! Sajna a gyermekek reagálása teljesen érthető. Tudod, ez a kis hátulgombolós juttatott engem börtönbe. Így van, Zelma néni! Az új fiút hamisan vádolta meg Ropibó hozott fegyveres rablással! Kit érdekel? Atomellenőrzési kocsi. Mi a Isten Az Atomellenőrzési Bizottságtól vagyunk, meglepetésszerű alkalmassági tesztet végzünk. Ez tévedés! Mi Bauxit földelék? Hát készítünk itt. A Bobi néni. Extra rágós teas. A fejszét? FBI jobbra! Hát Istenért, oda bent két ülés van! A másikra a lábamat teszem! I believe I can fly.
meg akartalak volna ölni. Lenyakasztattalak volna, mint egy csirkét, ahogy belíttem az ajtón. Kígyó, annyira fogok nektek hiányozni. Jaj, ez nagyon kígyó! Miről maradtam le? MacGyver szétmaradott egy tankfedelet. Bang! Azt hittem, én voltam az egyetlen férfi az életem. Üljék, kossa! Tűz! Ó, áldott Prométheusz, réteg felperzselője, holt erdők megégetője, segíts! Mózelva, drágám, te meg a te kis kamerád. Mi lenne, ha letennéd egy pillanatra? Hogy szeretkezzük? Na nem, steril tű és semmi közös lökés, különben jön az éjj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 j
és ha bejutnak, újra ott leszek az utcákon, az összes bűnbarátommal! Szívőr, te bíróka! Te bíróka! Na jó, ez mi a nem létező faszom volt? Szémor! Főfelügyelő úr, én éppen csak... Sobert Norbert kazettára fogyók urázok. De mi a füstölög a sütője, Szémor? Az nem füst, hanem... Bauxit pára! Tudnélik... Bauxit földeléken! Fogunk ebédelni? Bauxit földeléken! Nem, azt mondtam párolt ló. Kop, kop, kikopog, ló. Mifelé? Ló. Húsból csinálják a hamburgert. Maguknál? Ló. Húsból csinálják a hamburgert. Igen, ez egy tájszokás. Szokás. Aha, milyen tájé? Északi. Érdekes. Én. Skandinávia. Nőttem fel, de még sose hallottam lófazó hamburgerről. Persze. Skandinávia. Ebben nem is csinálják, csak elbőlem. Vagyunk. Miért mondja ez mindig, hogy szex van? Hát ha stex van, akkor szex van. Új fent hangoztatom, hogy céltalan ez a munka. Ezúttal szóban, de később írásban, ha lesz rá idő. Na jó, itt csak filler van. Nézzük, mi van a másik Roberttel. Mindenki itt van. 50 kilós verig. Majdnem, úgy látszik, sütjök, fiam. Nem ért ide. A messzelátó miatt közelebb látszott, mint volt. Ezek szerint még mindig... Jól van, elmegyünk az akvaparkba, aztán a strandra. Sziasztok, gyerekig! A nevem Józsi. Bemutatom. 50 kilós verékben. Pitbull kutyák. És megírunkat. Mindenki nem mozduljon meg, mert használni fogom ezt. Nem, annál több. Nem, annál több! Nem, annál kevesebb. Igen, kötelességünk kijelenteni, hogy egyik sem. Józsefés, ingyenek! Hé, hol van Bob meg az a másik, aki letépi az emberek? Itt vagyok, főnök. Akkor hol van Bob? Lelépett. Jó. Ha valaki kérdezi, agyonvertem őt, rendben? Majd adok én neki beat helyet, botot! Nézzétek, Maggie! Maggie? Bajtél, Bob? Nevek! Az meg, te barom! És mi van, Anani? Elmentem egy atombombát. Ha nem egyszik a városból a tévét két órán belül, fel fogom rabbantani! Viszlát! Tudom, hogy képernyőn való megjelenésen. Majd a tévé mocskolása némi legirónikus. Szokat. És megtanultok belőle, hogy megéri bűnözni. Szép munka volt, jól tettétek! Let's go! A saját szüleink voltak a banditák! Itt mindenki hülye! Igen, de azt hittük, mindenki megjátsza magát. Hú, egy pillanat, ha a pénz valódi és a rendőrök komolyan veszik, akkor ez egy igazi... Kinek az? Kakaózsírban forrad apárin büdös szájú bedobálfogú vastagban szüretkes fostos... ...lete volt ez. Maradj a térnél, vagy... Automatikus javítás. A élet, ez mekkora baromság már? Rob... Atyák, most már emlékszel a nevemre? Neked Dr. Roba vagyok, és igen, ez az egész az én ötletem volt. De miért? Azért, mert én vagyok a nemezised!
És persze a pénzért. Sikerült! Teljesítették! Ördögbe! Túl keveset követeltem! Nem kértem például Barack Lekvárt! Mindenkin bosszút állok. Tök békét, többé nem akarom látni azt az izét! Te hülye vagy, meg! Te megetted a pompát! Ostoba vagyok! I'm an idiot! You're an idiot! Nekem ez a jóérek. Ó, annak idején a repülés úri mulatság volt. Manapság pedig bármelyik városi puhány bevágódhat egy Boeingba, és elhúzhat... Brazíliába. Kösz, jobb élmény egy repülőszárnyán bunyózni, mint mai... Lézette, mint a bügyös Jaj! Ja... Elügyesz! Nem ölheted meg! De ha ez a pénz, akkor ezek szerint Dr. Bubonál van a... Most már csak egy dolgot mondhatok, le van! Tudom, le vagyok égve. Nem, le van tartóztatva. Igen. Köszönöm, hogy nem mentünk le a strandra, hogy rohadjon meg, még. Lenn az utcán nincsen kegyelem. Lenn az utcán nincsen szerelem. Azonban két dolog volt, amit imádtam. Bauxit földeléken! És a zenész játékokat. Tehát természetesen, amikor a zenész Bobby néni most randra mannyi kijött, maga volt a valóra vált állam számomra. És rengeteg vadászaton és kérdezősködésen át Billy barátom szerzett egy másolatot a Godzilla Monster of Monstersből. Nagyon izgatott voltam, hogy végre újra játszhatok gyerekkorom kedvenc játékával. Még viszont sohasem kérdeztem meg Billy-től, hogy honnan szerezte a játékot. A Godzilla mellett adott más játékokat is, mint a Legend of Zelda, a meg valami Action 52 nevű baromság, de... Most egyszerűen nem mondhatja komolyan, hogy én most egy pénisz irányzok, ami répa levet lő ki magából. Mire én úgy elvigyorodtam, mint egy beteg fasz. Páram kinevettek azért, hogy elavult régi játékokkal játszottam, de... Kit érdekel? Az első ellenfelem Barozek volt. Egy jelentéktelen tinta alkaiju, aki egy darab Godzilla filmben nem volt benne. A legidegesítőbb dolog az volt vele kapcsolatban, hogy ha beteg fasz. Miután újra kezdtem, Rározét legyőztem, és az utána jövő társmedvéket is. Körülnéztem a táblán, és találtam akkor valami olyat, amire eddig nem számítottam. Átventem az enemy base-be, majd tovább haladtam volna a következő bolygóra, de a Jupiter helyett az volt kiírva, hogy a beteg fasz. Fabret, all is not lost. Look, your ship has come in. The girls are having a slumber party tonight. Oh, I can already hear the endless giggling now. Do I have a spell that can make things float?
Do I have a spell that can make things float? I'm not an idiot in any manner whatsoever! Chin up, my beloved Anti-Wanda. Your savior, Anti-Cosmo, will have you all free presently. I shall return, my dim beloved. This I swear! Oh, for gods, they told me that if I ever turned this flashlight on, I would die. They told me that about everything. I mean, I don't even know why they bothered giving me this stuff if they didn't want me to use it. It's pointless. Mad. British? Was everyone all right? I'm going to be sworn to secrecy about what's just happened. You have come to the greatest sorcerer in the world for school supplies. Reversal! Oh, Mr. Cedric. It's Cedric. Cedric! Mr. Cedric, are you still up there? No. Elnézést! Józsi! A kedves Trax papa! Szabin van ezen a héten, na mindegy, Doofenshmirtz beszerzett néhány súlyos tárgyat. Négy, tárhatós, ahogy a 24 léggömböt és 6000 darab viszkés üveget! Józsi! Csapdába estél a... Mi ez tele szokból? Az bauxit földelében! Ennek mi volt az értelme? Semmi. Tudod, ma van a szülinapom! Az enyém is te. Szívecke lol! Gyümölcs és ganita! A marna illata! Neked a van! Hogy bácsi meg újságot olvas a rohadt fasz. Csücsük, Harry! Nem fújtam az ajtót! Miért nem kapott az előbb? Még csak besint zárva! Ezúttal fizetni fogsz! Anyja pénzver megbaszlak! Nagyon helyes, adj csak ide! Mi szórakozol velem? Ez nem holmi faros lemez, hanem igazi tölgy, így már sokkal jobb. Mellesleg félbeszakítottál a művészetemben. János legyen, benn a János hegyen. Ez egy Doofenshmirtz családi recept. Peter, honnan van ez a tehén? Jaj, milyen buta kérdés, Lois. Én vettem, hogy friss tejet ihassunk. Oh, öcsém, a Red Bull alaposan feltüzel. Szerénke, te olyan kis buta vagy. Someone